Kívülbelül megújult a Német Nemzetiségi Ház Mohácson. Először 25,5 millió forint támogatást nyert a helyi német önkormányzat egy TOP pályázaton, majd további összesen 33 millió forintos pályázati segítséggel is önerőből valósulhatott meg a projekt. Így egy energetikailag korszerű, hő- és vízszigetelt épület lett az egykori Schneider-házból, melynek megszépült az utcafronti része is. A nagykapun belépve egy sváb udvart és gyógynövénykertet találunk. A felújítás keretében itt az udvarban is történtek azért fejlesztések. Itt ez a térkőburkolat is ennek a projektnek a keretében került kialakításra, illetve a féltető korábban hát ilyen beázási problémákkal küzdött, ezeket is sikerült elhárítanunk, illetve a féltetőnek a méretét is meg kellett, hogy növeljük némileg, mert már annyi kiállítási tárgyunk, annyi eszközünk gyűlt össze itt az évek alatt, hogy muszáj volt a bővítést megvalósítanunk. A felújítás után megkezdődött a német ház berendezése, ami így a sok nemzetiségű Mohács egyik gyöngyszemévé vált, sváb szobával, két részre osztható rendezvényteremmel, német könyvtárral, látványkonyhával és interaktív kiállítással. A helyi németséghez, illetve az általánosságban a németséghez kötődő különféle interaktív játékok, feladatok vannak itt a házon belül kialakítva. Amikor érkeznek hozzánk csoportok, illetve hát a helyi iskolákból, óvodákból is rendszeresen járnak ide hozzánk, akkor ők ezeket a feladatokat meg tudják oldani, illetve ebbe a játékokba részt tudnak venni. Tehát különböző kis állomások vannak kialakítva itt az épületen belül is. Az összesen több mint 40 millió forintból megújult német nemzetiségi ház, régi nevén Schneider-ház, az egykori Deutsche Gasse, ma Kossuth Lajos utca fontos épülete. A Mohácsi Németség központja, a közelmúltban átadott nemzetiségi tanösvény utolsó állomása is egyben. A beruházáshoz szükséges forrás nagy részét a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT biztosította.